Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Tudjátok, melyik az év legjobb része? Amikor először ki tudsz menni úgy a szabadba, hogy nincs rajtad pulóver! És ez azt jelenti, hogy elkezdődött a pályautós szezon. Most itt vagyunk a Kakucsringen, egy SSGT-n, erről már ugye beszéltünk sokszor. Nagyon szeretjük a rendezvényt, ez a Zambelli Ákos által szervezett pályanap. És amiért még nagyon-nagyon jó az a mai nap, az az, hogy ez lesz az idei év első autóztatása a HDTK-jennel. Ugye érkeztek emberek a HDT részéről, érkeztek emberek a mi részünkről is, akik nyertek a kulcstartókkal, és most itt van a Kejen felkészítve, és egész nap menni fogunk a Kakucsringen. Úgyhogy tartsatok ma is velünk, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, kezdünk! Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Sajnos, amikor forgattuk ezt a videót a Kakucsringen, a Kejen autóztatásról, akkor támadt egy kis műszaki problémánk. Az a kamera, amivel felvettük a reakcióitokat az autóztatás után, nem rögzített hangot, úgyhogy most van egy halom felvételünk, reszkető, vidám és mindenképpen nagyon-nagyon lelkes emberekről, úgyhogy megpróbálom szerény szinkronszínészi képességeimmel reprodukálni azt, amit akkor ott mondtatok. Úgyhogy ez most ilyen. Elkezdődik az autózás, azért nyilvánvalóan menjünk egy rombakört. Ez a legjobb rész. Jó volt, nagyon. Egyszer-kétszer féltem, de jó volt. Azt mondja, egyszer-kétszer? Mire gondoltál? Ott a sikátál? Hát igen, lehet. De az egyetlen félelmetes rész. Amikor elemelkedtem az ödésből, mondjuk arra gondoltam. Ha tippelnem kéne, az autón a turbó nem gyári. Nem. Kérlek, nyisd ki a géptetőt és mutasd meg, mi történt. Mert beszéltünk már erről az autóról, és beszéltük is, hogy egyszer majd készül egy komplett anyag erről az autóról, de... Most egy fél anyag készült. Most csak egy kis ízelítő. Szóval ez egy C63 AMG, már a 4 literes biturbo. Így van. Furcsa is lett volna, hogyha te veszel szívóautót. Hát, szar lett volna rá utólag tenni a turbót. Hű! Mi történt? Még kicsit meleg van még. Óvatosan mentünk pár kört a pályán. Szóval... Azt nézem, hogy egy kicsit változtattál a levegőbevezetésen, kapott direkt szűrőket. Igen, de azt nagyon jó, hogy most csinálják a videót, meg két hét múlva lesz rajta másik pont a légszűrőben. Ugyanezt mondta az M3 tulaja is, hogy hát pont most érkezett meg ez, meg az is. Ez úgy látszik, ezek az autók, ezek mindig ilyenek. Hát ezek folyamatos építésben. Szóval, hogy nem tűnt el a turboról az AMG felirat, tehát nyilván belül van az okosság. Nem, belülről. Mi az okosság? A turbina oldalon egy gyári méretű, de egy speciálisabb ilyen 5+5-ösnek nevezett turbina kereket használtunk. Ez billet, ugye? Tehát egy tömbből van. Turbina oldalról beszélünk. A kipufogó oldal. Majd küldtem már egy erről képet, mert magsz bevágjátok, hogy milyen, mert kicsit nehéz elmagyarázni, hogyha az ember nem látja. Kompresszor oldalon maradtunk, lapátszámba maradtunk mindenben, meg ez gyárlag is már martkerekes volt, csak föl lett növelve egy jó mérete. És akkor megkapta a motor a több levegőt? Programozással mentetek utána, vagy injektorokat is cserélni kellett? Semmi más nincs. A kipufogó van még kitakarítva, de igazából az is csak ugye azért, hogy katalizátor ilyenek ne fogja. De azon kívül semmi. Üzemanyagrendszer az teljesen gyári. Az fogja. Az a vége most igazából. Meg sima 100-as benzin nem egy. És mi a vége? 710 lóerő, meg 910 newton. 712 volt, azt hiszem, meg 908 newton van. Akkor megismertelek téged ez a drag széna vonzott dízellel, aztán amikor igen, először találkoztunk, akkor már a műhelyedben akkor éppen igen, golfer volt. Hogy igen, kötöttél ki egy Mercinél? Mindig is ez volt a cél. Csak C? Most lett. Ha, C63. Hát először mondja szívókat néztem. Ha szívó, ha nem, akkor is azért vagány az a 6.2-es motor. Nagyon. Azért azt tetszik. De
amikor még ez hozzám került, akkor mert az RS Golfom most, amikor volt, akkor csak az egy autón volt. És akkor az úgy tök jó volt azért, hogy hiába volt erős, azért mit tudom, 7-8 literre lehetett járni. És akkor ez is az volt a terv, hogy akkor lesz ez a kocsi, kombi is, be lehet is belepakolni, mondom, tök jó. Őszintén szóval nekem ezért tetszik igazán. Tehát ha szedál lenne, akkor ide se jöttem volna. Nem, a kombisága. A kombisága az, ami eladja. Tehát ez zseniális, hogy amikor egy kombi tud 700-ból erős lenni. És akkor az volt vele, hogy akkor ez lesz az első számú autó. És ez is 7-8 literrel eljárt per hengersort. Hát nem, egyébként nem olyan vészes. Igen, és akkor ezért a 6-2 helyett a 4000-es, mert ezek azért egy kézzelfoghatóval kevesebbet tesznek. Nem, ez gyáriba, ha az ember tud vele normálisan közlekedni, akkor ilyen 12 környékével lehet lejárni. Szóval úgy nem a világ. Ha azt nézed, hogy egy 3000-es díze és egy kicsit nagyobb kaszniba eszik 9-10-et, majdnem. És azért az élmény összehasonlítható. Hát az jó, persze. Minden másra ott a Mastercard. Persze, de aztán most azért nincsen már mindennapi használatban, de attól függetlenül nem bánom, hogy nem eszik sokat. Magához képest. Szóval. Milyen volt a pálya? Most mentél vele először kanyarba? Jó volt, érdekes volt. Hát ugye futóműben gumi is, nincs rajta rossz gumi, de nagyon jó se. Meg mit tudom én, szóval abban ugye egyáltalán nincsen belenyúlva, de jó volt, nekem tetszett. De hát te alkosol a véleményt, te is ott voltál. Jobb egyről nem akarok okosokat mondani, féltem, nagyon. Mint azt tudjátok, a HDTK ilyen projektet a Home Delivery Team házhozszállító cég támogatja. Nekik most megjelent az új applikációjuk, amelynek az egyik fő funkciója a garanciakövetés. Biztos neked is van otthon egy hatalmas fiók, tele követhetetlen és folyton elkeveredő számlákkal, garanciapapírokkal. Az applikáció most ennek vet véget. Ha rendelsz egy terméket, a HDT kiszállítja, és az adatokat az appba felvíve követheted a garanciális ügyeket. Ha például műszaki probléma támad, az app közvetlen összekapcsol a szervizzel, ahol gondoskodnak a további ügymenetről. Az appban lehetőséged van a már meglévő eszközeid garancia követésére is, sőt, a felületről letöltheted az eszközök használati útmutatóját, illetve korlátozott ideig meghosszabbíthat garanciaidőt is vásárolhatsz hozzájuk. Sőt, az app többek között még arra is lehetőséget ad, hogy az új termékekhez mesterszerviz szolgáltatást igényelj, elérhető iOS-re, valamint Androidra is. Hallod? Ez olyan gyors, vártam, hogy visszamegyünk az időben. Azt hittem, meghalunk, de aztán mégse haltunk meg. A következő körben meg megint, de aztán megint mégsem. Mondtam Olivernek, hogy befér a hátsó kanyar telin, de hát nem hitte, mondjuk megértem, új még neki a gyors autó. Ha te is szeretnél beülni a Kejen élménytaxiba, akkor ezt május 31-én, pénteken, a Kakucsringen megteheted, és ehhez a jegyet az amonoliver.com-on tudod megváltani. Link a leírásban. Mit látunk? Ez egy 20 voltos, ezt látom. Igen, ez az elektromos 20 voltos rendszer az Audi 96-ból. Igen, Soro turbo, az addig oké. Okay. Így van. De ez a turbó sem egészen gyári. Nem, ez egy 3076 Garrett turbo, golyócsapágyas. És a Dezső úrnál volt revíziózva. Jézusom, milyen megdöbbentő egy turbo Dezsőnél. De egy valamit mondj nekem. Ez az autó azért ebből építetted meg, mert direkt akartál egy ilyen úgymond sleepert, vagy ez volt otthon, ezt kellett faragni? Is. Szeretem ezeket a válaszokat. Nálunk 2003 óta van ilyen C4, nem a Citroen. 20 szelep, nem a Citroen, nem a 20 szelep turbó, hanem a 2.5-ös az 5-hengeres dízel, és abban nőttem föl, és nekem is az volt az első autóm, ez meg a harmadik. Milyen ezzel az autóval pályázni? Mert oké, okay, quattro, oké, okay, nagyon erős, de nem tudom nem észrevenni, hogy itt véget ér a tenger, aztán még odáig van. Hát az a helyzet, hogy nekem ez a második pályanapom, és az első októberben volt ugyanitt ezzel. Szerintem akkor is láttalak. Igen, és fogalmam sincs, mert nincs összehasonlítási alapom, és soha nem vezettem versenyautót sem, de a hangjelmény nagyon jó. Az kívülről is jó.
Azoknak, akik még ezt fetisizálják, mondj számokat, kérlek. Ez 404 VHP és 472 kerék newtonméter. Az már nem fokozottan alkalmas az arrébb állásra, basszus. És ötös kézi? Hatos kézi. Hatos kézi az a gyárja. Akkor voltatok? Nem, az S4-nek, ugye ennek a facelift előttének a hátsó diffie van benne, az gombra zárható, de... Azt gondolom, csak hogy aszfalton, slickkel nem... Nem, az... Jaj, megtörted a végét. Az 1.9 TDI egy remek motor, el van 5 literrel, de szökő évente bizony nekünk is tankolni kell. Annyira hegyeset mentünk, fel akartam venni még egy sisakot, a gyerek viszont imádta. Az autó jó, nem melegszik el, szépen kigyorsít, keresztbe mondjuk nem akar menni, de szegény ember vízzel főz. A kucsos körökben ez az F-Astra már ilyen mitológiája van szinte, és ugye nekem meg különösen közel áll a szívemhez, mert egyszer eltöltöttem egy évet egy ilyen autóval, de azért ez nagyon messze áll attól, és nekem ebben az átépítésben amúgy azt tetszik, hogy mennyire megmaradt gyárinak az egész, és amúgy gyári alkatrészekből is építkezik ez az autó. Ez egy 1.4-es motor volt, de ugye az Opel-nél ez hasonló Lego, mint a BMW-nél, tehát főtengely hajtórudak cserélgetésével, blokkfúrással felbővítették 1.8-asra. 16 szelepes a hengerfej, a C20XL-nek a leömlői vannak rajta, nagyjából 150 lóerő, 5 gangos váltó, és van benne egy lamellás perdifi. A gátlók nagyon érdekesek, azok szintén a Dadis műhelyéből származnak. Ezek Bilstein gátlók, a motorsportos rugókkal, teljesen egyedi szelepeléssel. Ez egy nagyon jó megoldás, mert az autót fölteszik egy 4-kerekes mérlegre, lemérik, és utána a sogdájnon szépen hozzá tudják hangolni a gátlókat. Tulajdonképpen egyedi kézműves gátló az autóhoz. MX-öt felni azért jó, mert relatíve olcsó és nagyon-nagyon könnyű, és az osztóköre stimmel az Opellel, természetesen szemiszlik, és tényleg ide bent is még a nagy Wiring kormányt is megtartotta a tulajdonos. Nagyon szerettem volna, hogyha ő mondja el az autót, de azt mondta, hogy kameraiszonya van, nagyon-nagyon nem szeretne szerepelni, én amúgy nagyon sajnálom. Gyere egy kicsit hátrébb. Állj hátrébb, hogy egy teljesen gyári F-Astrát látunk. És ilyen 42-43-as időket megy a kakucsringen. Egy kvázi versenyautónak ilyet épített, 46-os BMW van előtte, meg egy Lancer Evo 10. Ami azért nagyon sokat elmond egyrészt az építésnek az átgondoltságáról, tehát ott nyúlnak hozzá, ahol hozzá kell nyúlni, meg arról, hogy a sofőr nem csak építeni tudja, de bizony vezetni is. Imádom. Én csak itt integetek ezzel a zászlóval, piros, mert lehet, hogy lesz túlméretes rakomány, de nézd, milyen szépen viszi a szél, le is tereltük az autókat, ne zavarják már a zászlólengetést. Nagyon örülök, hogy végre mehettem egy rendes Porsche-val, sajnálom, hogy csak a GT4-est vettem végül, nem pedig a HDTK-en. Mindig az van, hogy valakinek az autóját reszeled, jellemzően a miénket, és hogy akkor azt nézegetjük nálad, de most akkor itt az ideje a színvallásnak. Szint vallani, és azt meg a szint, ez Imola Blau... Laguna Seca. Tudtam, hogy valami versenypálya. Igen. Ugye a BMW elnevez mindig a versenypályákról nevezi el a színeket. N46 M3. Így van. 3,2 liter, 300... 43 gyárilag. Igen? És ez már nem gyári? Ez már nem. Ő kapott egy Carbon Airboxot. Hát ez a CSR. A CSR programot. Aha, mutasd meg, kérlek. Én... Jó, gyere. Ez szívesen mutatom, mert ő... Úristen, very big! Igen. Szeretném megmutatni a kamerának a szívó torkot magát. Ez, ahogy kinéz, meg ahogy kimered a világba. Innentől kezdve nincs értelme a rádiónak, meg a pipifogónak sem, mert ő így megszólal is, és... 5000-től szétordítja a fejed. És hagytál benne gyári kipufogót? Igen.
Akkor inkább a szívózónak hangja. Inkább a szívó, de tényleg volt rajta egy, úgy hirtelen akartam mondani, egy Megán Racing hátsó dob. Semmi értelme nem volt. Nem, csak ordított, de úgy sokkal jobban előjött a szívó hangja, meg visszakerült a katalizátor, mert ugye, ha megállítanak. Ugye a gyárinak egy teljes másolata, úgyhogy még az utcán se lesz gond vele, hogy nem belevaló, vagy hogy nem ennyi az aftermarket. 6 darab pillangószelep. 6 darab pillangószelep. Igazából a sper az gyári benne. Adott. Kapott egy futóművet, egy KVB, vagy Klubsport 2-t, külön patronosat, M4 fékeket körbe, és hogy meg is álljon, hogy igen, egy 300 kiló. Hát ez legendás. Úgy voltak, mint Magyarország, előre megy, nem hátra. Igen. Valóban fékezve, úgyhogy így jó a setup. Megkönnyörülök. Mutasd a belsejét. Jó. Azt az ajtót is kikérlek. A belseje? Nem, csak tudni kell, hogy ennek az autónak, illetve hát nyilván az autó építőjének a beltér a fő profilja. Annyival még hibázunk egyébként, hogy pont amikor eljöttünk, akkor érkeztek meg a konzolok. Ugye ez még nincs kész teljesen, egy ilyen 90%-os állapotban van. Minden alkantar, amit láttok, műszerfal, középbox, tetőkárpit, ajtókárpitok, plusz 20 lóerő, ugye? A piros öv, igen. Motorsport, sajnálom, hogy nem a Gucci mintás. Azt elvitte az utolsó szettet, Oli, úgyhogy olyat nem tudunk már rendelni. Sajnos, úgyhogy egy karbonnal még megfűszereztük, és így próbáltunk így az összhangra törekedni vele. Készen vannak a Recaro pole position ülések, és arra pont mondom, egy két órával ezelőtt jött meg a konzol, úgyhogy az mai program az megvan este, hogyha hazaérünk. Akkor már azzal fogjuk kipróbálni? Igen, legalábbis te. Nagyon várom. Vezettem már egyszer egy 46 M3-at, nagyon jó autó volt, de ezen pont azokat a módosításokat végezted el, ami szerintem ahhoz kell, hogy a nagyon jó, hogy igen. 2024-es legyen. Így, frissítve van. A fék. Van fék, van alatt a futóm. Egy kis szívóhang. Stabilizátorok vannak, és a szívóhangtól meg fogsz őrülni. Nagyon várom. Meg fogsz őrülni, igazából tényleg, hogyha bemelegíted, akkor kéri.